Sziasztok! Nem is tudjátok elhinni, hogy milyen régóta várok már erre a napra, hogy ma megoszthassam veletek azt, hogy megjelent a Viszkok Fruzsi kedvencei neszeszer a Rosszmanokban. Nekem ez körülbelül egy valóra vált álom, már 1000 éve szerettem volna valami ilyesmit, de nyilván az embernek csak úgy létezett ez eddig a fejében, mint tényleg egy álom, ami nem történhet meg, de most itt tartom a kezemben, létrejött, és megvalósult, és meg lehet venni, és végre ezt elmondhatom nektek. Igazából már hónapok óta megy a tervezés, szervezés, munkálkodás mögötte, és végre megoszthatom veletek, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, de miről is van szó? Ahogy igazából a neve is elmondja, van ez a kis neszeszer, amiben az én 5 darab kedvenc termékem van összeválogatva, és ezt így ebben a formában meg tudjátok venni az összes, azt hiszem az összes Rosszman üzletben, aminek nagyon-nagyon örülök. Szerintem rögtön azzal is kezdem, hogy megmutogatom nektek, hogy mi van benne, de ha régebb óta követtek, akkor szerintem egyik termék sem lesz túl nagy meglepetés, mert tényleg olyanok kerültek bele, amiket egyszerűen imádok, és nagyon örülök, hogy most így egyben, egy set formájában meg tudjátok ezeket venni. Hát először is van ez a kis neszeszer, amin van egy ilyen kis papírbandás, itt van rajta az én kis fejem, meg a nevem, a hátoldalán pedig láthatjátok, hogy milyen termékek vannak benne, és ez lekerül, van egy neszeszerünk, és benne vannak a termékek. Na de mik? Miket válogattam bele? Elsőként is, azt hiszem ez nem lesz meglepetés számotokra, mert már rengeteget meséltem nektek róla, hogy mennyire szeretem, a Lovely Calyx folyékony rúzsokat, ami 3 árnyalatban került bele a neszeszerbe, a Sweetie, a Lovely Lips és a Pink Poison árnyalatba, természetesen minden neszeszerben egy van benne, de mindegyikben más. Egyébként pont most ez van a számon, méghozzá a Pink Poison árnyalat, és ez egy azért nagyon szuper termék, mert van hozzá egy ajakkontúr ceruza, illetve maga a folyékony rúzs is, színben tökéletesen passzolnak egymáshoz, csodaszép, matt finish lehet velük elérni, nagyon természetes a végeredmény, tehát nem ragacsos, nem szárít, és tökéletesen jól tart is. Gyakorlatilag nem tudok semmi negatívumot elmondani, ezzel kapcsolatban imádom ezt a folyékony rúst, mindenkinek kell, hogy legyen belőle egy, úgyhogy szerintem ennek ti is örülni fogtok. A következő dolog az én all-time kedvenc szempilla spirálom, ami nem más, szerintem ezt sokan ki fogjátok találni, az Essence Lash Princess, ami szerintem a legtökéletesebb létező szempilla spirál, iszonyatosan hosszabbítja, dúsítja és szét is választja a pillákat. Ez van egyébként most az én szempilláimon is, de majd mutatok nektek róla szerintem egy hamarosan elkészülő videóban közelebbi képeket is. Tényleg nem csalódtam még semmilyen szempontból ebből a szempilla spirálban. Évek óta ezt használom, és annyira aranyosak vagytok, mert amikor van valami közönségtalálkozón, vagy valami hasonló, akkor sokan hoztok belőle nekem ajándékba, úgyhogy szerencsére fel vagyok belőle, tankolva még bőven. Szuper spirál. A következő termék nem más, mint a Lovely Classic Nude Makeup Kit szemhéjpuder paletta, amiben ilyen csodaszép, természetes, visszafogott ilyen barnás, illetve enyhén lilás árnyalatok vannak. Vannak benne picit mattabb, illetve csillogósabb verziók is, úgyhogy abszolút nagyon jó variálható hétköznapi, illetve alkalmi smink elkészítéséhez is. Tudjátok rólam, hogy én élek halok az ilyen színekért, és rengeteg ilyen színű szemhéjpuder palettám van, de talán ez az egyik kedvencem olyan szempontból, hogy pont azok az árnyalatok vannak benne, amiket a legjobban szeretek és a leggyakrabban használok, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szuper kis paletta, nem porzik, jól pigmentáltak a színek, szépen lehet velük dolgozni, úgyhogy ezt is szeretni fogjátok. Ha már az előbb beszéltünk a folyékony rúzsról, akkor tudjátok, hogy ha ilyen terméket használtok, akkor még különösebben fontos, hogy szép ápolt legyen az ajkatok, úgyhogy nyugalom, itt vagyok. Erre választottam nektek a Rival de Loop ajakbalzsamot, ami kétféle verzióban kapható a neszeszerbe, az epres, illetve a rágógumis verzióban is megtalálhatjátok. Én egyrészt imádom ezt a kis fém tégelyes kiszerelést, nagyon szép, és tudom, hogy ez valószínűleg csak az én számomra szempont, de én nagyon szeretem ezeket, mert ha elhasználjátok az ajakbalzsamot, akkor mondjuk tök jó kis ékszertároló tud belőle lenni, a pici fülbevalókat, meg gyűrűket bele lehet rakni, és amúgy meg szuper jól hidratálja a szátokat, és nagyon jó illata van. Végezetül még egy hasznos kis apróságot is belerejtettem nektek a neszeszerbe, ami egy olyan dolog, amit szerintem érdemes mindig magatokkal hordani és bedobni a táskátokba. Nem másról van szó, mint erről a kis kompakt fésűről, amit így összetudtok csukni, és ha kinyitjátok, akkor kaptok egy fésűt, aminek a másik oldalán pedig van egy kis tükör, úgyhogy ez egy ilyen abszolút kis praktikus darab, és ahogy láthatjátok, nagyon picike, úgyhogy biztosan be fog férni a táskátokba, és vészhelyzet esetére egész biztosan jó fog jönni. És végezetül
még persze van ez a kis neszeszerke is, aminek én egyrészt nagyon szeretem a színét, illetve azt, hogy nagyon ilyen jó kis tartása van, tehát nem esik össze, úgyhogy ebbe ti is össze tudjátok válogatni még akár ezen felül is a kedvenceiteket, és így bedobhatjátok a táskátokba, vagy akár mondjuk még tolltartónak is használhatjátok. Úgyhogy ezt a kis neszeszerkét ebben a formában már megtalálhatjátok a Rossmann üzleteiben, vagyis egész pontosan, mire ezt a videót látjátok, a budapesti üzleteikben már szinte biztos, hogy bent van, és a vidéki üzletekbe is a hét folyamán, vagy egy héten belül be fog kerülni. Ennek a neszeszernek az ára 3500 forint, de ha egyesével vennétek meg a benne található termékeket, akkor majdnem 5000 forintra jön neki, és még kaptok hozzá egy neszeszert is, úgyhogy szerintem abszolút megéri, és ahogy láthatátok, tényleg ilyen régóta bevált, igazán hőn szeretett termékeket válogattam nektek össze, úgyhogy remélem, hogy ti is hasonlóan izgatottak vagytok ezen a neszeszerrel kapcsolatban, mint én. Bátran ajánlom nektek belőle az összes terméket, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre és a visszajelzésetekre ezzel kapcsolatban. A neszeszert a Rossmannokban a vegyes dekor résznél találhatjátok meg, tehát ahol az ecsetek meg az ilyesmi termékek vannak, illetve ezen kívül a webshopból is megrendelhető. Ami még extra jó hír, hogy találkozni is fogunk, méghozzá 5 közönség találkozót is terveztünk nektek az ország különböző területeire. Az elsőnek van meg egyelőre az időpontja, ez augusztus 16-án, szerdán lesz Budapesten az Aréna Plázában. Délelőtt 10 órától várlak benneteket a Rossmannnál, úgyhogy gyertek el minél többen, ha van kedvetek velem találkozni, beszélgetni, közös képet készíteni, vagy amit csak szeretnétek. Ha már tudok több infót, akkor a leírásban megtaláljátok majd a részleteket, de úgyis megosztok veletek majd mindent Instagramon meg Facebookon is. A lényeg, hogy majd gyertek el, mert várlak benneteket, ilyenkor mindig izgulok, hogy hányan jöttök el. Ja, és ha már a Rossmannban jártok majd, akkor ne felejtsetek el venni egyet a Kentaur magazinból is, ami az ingyenes vásárlói magazin a Rossmannokban, aminek én kerültem a címlapjára, és még egy viszonylag hosszabb interjút is olvashattok velem benne, és az az igazság, hogy ez a fotózás volt életem eddig legjobb fotózása, imádtam minden percét, és szerintem nagyon szuper képek készültek, majd ezeket is szerintem megosztom veletek Instagramon hamarosan. Természetesen hoztam nektek egy játékot is, 3 darab neszeszert ki fogok sorsolni köztetek. Ha szeretnétek játszani, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és írjátok meg kommentben, hogy a neszeszerben lévő termékek közül melyik érdekel titeket a legjobban, vagy ha esetleg már próbáltátok őket, akkor melyik a kedvencetek, úgyhogy írjátok meg ezt kommentben, és aztán pedig sorsolom a nyerteseket. Nos, ez lett volna az én nagy hírem, már tényleg nagyon vártam, hogy megoszthassam veletek, mert ez egy ilyen valóra vált álom számomra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem ti is szeretni fogjátok, és majd megveszitek ezt a kis neszeszert, vagy hármatok majd meg is nyeri. Arra gondoltam egyébként, hogyha érdekel titeket, akkor szívesen készítenék egy ilyen egyszerű kis sminket is a benne található termékek felhasználásával. Ha érdekelne ez benneteket, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és akkor találkozunk legközelebb is. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!